Ezen témák többségéről találhattok videókat a csatornán, ugyanez a helyzet az északi sarkcsillaggal kapcsolatban, a Polaris-szal kapcsolatban. Hogyan lehetséges az, hogy a Föld ugye imbolyog a tengelye körül, ezt tudjuk, ami 23,4 fokban dől. Érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetséges mégis az, hogy imbolyog a tengelye körül, kering, pörög, forog, minden kering, pörög, forog, minden körül. Ennek ellenére az északi sarkcsillag, a Polaris ugyan ott van mindig, és ilyen fényképet lehet készíteni a csillagok mozgásáról. És utána gondoljon bele mindenki abba, hogy mennyivel egyszerűbb ez, és mennyivel logikusabb, hogyha a csillagok keringnek fölöttünk, mint ahogyan ez történik a valóságban egy kupolán. Újabb példa arra, hogy szemléltesse azt a teljes abszurd gondolatot, hogy a vákuum és a légkör egy ponton csatlakozik. Hogyan is csatlakozhatna a vákuum egy gázhoz? Nagyon sokan érdeklődnek az Antarktisz iránt, és mikor megtudják, hogy mi az igazság, hogy az Antarktisz tulajdonképpen egy jégfal, ami körülveszi a Földet, akkor ezt nevetségesnek találják. Én nem is értem, hogy ebben mi a nevetséges. Sokkal egyszerűbb a rendszer, sokkal kézenfekvőbb, és ez az, amit mi tapasztalunk. Amit mi tapasztalunk, az pontosan ez, amiről itt szó van. Az, hogy a Föld lapos, mozdulatlan, és mi nem tudjuk ezt elhagyni. Teljesen mindegy, hogy mennyi képregényt vagy videót lát az ember, de vannak mégis olyanok, akik megértik ezt. Erről is találhatok videót a csatornán, hogy így mozog, ilyen irányban mozognak a bolygók, csak a naprendszerben hogyan lehetséges az, hogy a csillagképek mindig ugyanazok, mindig ugyanott vannak, évről évre ismétlődnek, és a Polaris nem mozdul el. Ez szintén egy érdekes kép, ugye a gömbben a horizont teljesen egyenes, ugyanúgy, ahogyan azt mi mindig is tapasztaljuk és mindig is látjuk. Egy újabb érdekes felvetés még pedig az, hogy ez a nap, ugye ez pedig a hold, ahogyan halad az égbolton keresztül, hogyan lehetséges az, hogy a nap nem mozog, a hold pedig mozog, ennek ellenére ugyanazt a pályát írják le gyakorlatilag nap-nap után. Számos videóban volt szó a görbületről és arról, hogy speciális lencsével, illetve eljárással készült felvételek, azok, amiken felfedezhető a görbület, ezt nagyszerűen mutatja. Ugye a Blue Origin felvétele, ahol a görbület épp úgy látszik az alacsonyabb régiókban, az úgymond űr alacsonyabb régióiban készült felvétele, mint ahogyan a felszínen. Ez egy örök kérdés marad, hogyan lehetséges az, hogy a több millió tonnányi vizet a Föld magához vonza, míg ez a madár képes repülni. Ez egyszerűen egy olyan kérdés, amire nem fog tudni választ adni soha senki. Értem azt, hogy a madár erőt fejt ki annak érdekében, hogy repülni tudjon, azonban hogy lehet az az erő nagyobb, mint az az erő, ami a több millió tonna vizet és a holdat szintén magához vonza. Ez igazából csak az ínyenceknek, természetesen Marsról készült felvételek, és az egész Mars hoax nevetséges, de akit érdekel, ezek a felvételek az egyiptomi sivatagban készültek, míg ezek a fényképek a Marson, mindenki értékeli ezt magának. Kérdés mindig ugyanaz, miért nincsenek igazi fényképek a műholdakról, és amennyiben vannak, ki az, aki készíti ezeket a felvételeket? Egy újabb nagyszerű példa arra, hogy mi az az álomvilág, és hogyan is épül fel, amiben a legtöbb ember él, hiszen elhiszik azt, hogy a füst képes felemelkedni így egy gömbön, ami pörög, forog, száguld a semmiben körbe. Ennek ellenére minden úgy működik, mintha lapos lenne és mozdulatlan, mint amilyen. Egy újabb nagyszerű kérdés, ez pedig ugye a két leghosszabb nap, ugye a leghosszabb nappal, illetve a leghosszabb éjszaka. És hogyan lehetséges az, hogy ellenkező irányba néz a Föld, és a csillagok mégis ugyanúgy jelennek meg
az éjszakai égbolton. Egy újabb kérdés, ami felmerül, hogyan is működik akkor az égés maga a vákumban? Hogyan lehetséges egyáltalán maga a robbanás, és hogyan haladhat előre ez az űrhajó? Ez egyszerűen érthetetlen, de mivel az emberek nem is gondolkoznak általában ezeken a dolgokon, így természetesen csak elsiklanak ezek fölött, a kérdések fölött. Azonban, amikor az ember megáll és gondolkodik, rájön, hogy mekkora valójában a hazugság. A gondolat, hogy a Big Bang maga az egy valós folyamat, az sokkoló szerintem, hogy az emberek ezt komolyan veszik, hogy a semmiből keletkezett minden, egyszerűen hihetetlen, és mikor az ember előáll azzal, hogy mi van akkor, hogyha van egy teremtő, és ő az, aki valóban teremtette, akkor az nevetséges, és az lehetetlen. De az lehetséges, hogy a semmi felrobbant, és abból keletkezett minden, és az a minden azóta ugyanúgy kering körbe-körbe a semmiben milliárd évek óta. Az igazság ott van az ember szeme előtt, és az igazság általában olyan formában jelenik meg, amit senki sem hisz el. Pontosan ezért található meg a filmekben, a zeneszámokban és a szórakoztatóipar elemeiben, míg azok, amiket mi valóságnak gondolunk, az oktatás, a tudomány, a politika és a média, azok mind-mind a hazugságot közvetítik, és a programot erősítik az emberiség fejében. Aki nem hallott még Walt Disney és a NASA kapcsolatáról, az szintén talál videókat ezzel kapcsolatban, és Werner von Braun, ugye a német, úgymond náci rakéta technikus vagy tudós, már nem tudom, hogy ebből egyáltalán mi az igaz, hiszen az nyilvánvaló, hogy maga a nácizmus is egy mesterségesen kreált mozgalom, ugyanúgy, ahogyan maga a Walt Disney cég is azért jött létre, hogy kisgyerekkortól elkezdi az emberek programozását és agymosását, ugyanúgy, amit folytat később a NASA. Nem véletlen, hogy Walt Disney és a NASA szoros kapcsolatban áll, ami kiderül a fényképekből is. Ezt meg szerettem volna mutatni mindenkinek csak azért, hogy hát ha elgondolkodnak azon, hogy mi is az, amiben hisznek, vajon hogy van a valójában ez az egész, hogyan is néz ki, ez az, amit elképzelnek az emberek, vagy ez, vagy pedig ez. Hogyan lehetséges ez? Ez mindig is közel állt a szívemhez, ez a fajta dolog, ez talán az egyik legnevetségesebb része az egésznek, ahogyan ezek a tákolmányok össze vannak rakva, hiszen az emberek, teljesen mindegy, hogy hogy van megcsinálva, az emberek elhiszik, hiszen a szakértő ezt mondja, a tévében ez van, ezt tanulják az iskolában, és ez az, amit szajkóz a tudomány és a politika. Tehát így kell, hogy legyen. Még egy probléma van ugye a görbülete kapcsolatban, amennyiben nincsen görbület horizontális irányban, akkor hosszúsági irányban sem lehet, tehát hogyha vízszintesen nincs, akkor hosszában sem lehet, és márpedig itt, ezen, ugye erről volt szó az előző részben, ezen a hídon, Los Angelesben nincsen görbület hossz irányban, ami 24 mérföld hosszú, akkor nem lehet keresztben sem. Ugye a repülők a levegőt nyomják hátrafelé a motorjuk segítségével, illetve a propeller segítségével. Tenger alatt járó a vizet természetesen, ugyanúgy, ahogyan a hajó, akkor vajon mi az, amit az űrrepülő használ? Cél mindig az, hogy az embereket gondolkodásra inspiráljuk, és amennyiben valaki eljut az igazsághoz, az nagyszerű, természetes az, hogy a legtöbb ember nem fog eljutni oda, hiszen ez szükséges valamivel több, mint intelligencia. Ehhez az embernek hajlandónak kell lenni arra, hogy elismerje, hogy minden, amit tudott, az egy hazugság, az egész élete egy hazugságra épül, és mindazok a dolgok, amiket megtanult,
amik a tévéből, a rádióból, amik az oktatásból, az úgynevezett tudományból és a politikából áramlanak felé, az mind gyakorlatilag szemét és hazugság, és egyetlen célja van, az pedig az, hogy az álomvilágot megerősítse és fenntartsa. Úgyhogy remélem, hogy valamivel hozzájárultam ahhoz, és ez a videó, hogy legalább elgondolkozzon mindenki ezeken a dolgokon, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!